Bátran állíthatom, hogy az egyik legfontosabb pillanat jött el az életemben, hiszen a szombati nap egyik sztár fellépője, legalábbis ezt így szokás mondani, de nekem a legeslegfontosabb momentum az egész Sziget történetében az volt, amikor a Korna színpadra lépett. Ők ugyanis a kedvenc zenekarom, és hát ugye nem kerülhették el természetesen a mikrofonunkat, illetve a kameránkat, mert hogy Manki bácsit mikrofon végre kaptuk. Vele készített beszélgetésünk következik, illetve belenézünk abba az iszonyatosan súlyos büntetésbe, amit a Szigeten vittek véghez. Hiszitek, ha nem, életem legfontosabb pillanata zajlik éppen, hiszen itt ül mellettem Monkey, a kedvenc zenekarom gitárosa. Hi Monkey, welcome to the show. Thanks, what's up Oliver? I'm fine. Good, good. It's taken a long time to... Tudod, nagyon sok ember azt hiszi, hogy a siker mindössze egyetlen nap alatt érkezik. Hogy egyetlen nap alatt sikeressé válhatsz. De ez nem így van. Hiszen például a Korn már 12 éve együtt van. 12 hosszú éve nyomjuk. Sajnos az egyik tagunk kilépett, és ő nem tapasztalhatja meg ezt a klassz bulit. Szomorú vagyok, mert jó arc volt. Egyébként nagyon izgalmas és megtisztelő, hogy ebben az országban játszhatunk. Egyszerűen hihetetlen, hogy a világ másik felén is érdeklik, szeretik a zenénket. Mindig más kedvencem van, de azt hiszem, a mindenkori kedvenc zenekarom határozottan a Mr. Bungle. Kész vagyok az első három albumuktól. Tavaly Izlandon egy bulin találkoztunk Mike Pattonnel, ahol ő a Fantomasszal lépett fel, és én csak álltam a színpad szélén, és csak néztem, és teljesen elképedtem. Nagyon bírom azokat a különleges effekteket, amiket beépítenek a showba. Egészen különleges. A zenekar rengeteg változáson ment végig, és ezek mind afelé visznek minket, amik mindig is lenni akartunk, hogy mindig ugyanolyan nagyok tudjunk maradni, mint most vagyunk, ahogy a Metallicának sikerült. Ez az, amit akarunk. Ez a célunk. Az volna a legjobb, ha megfejelhetnénk mindenkit az új albummal, és eljuthatnánk oda, ahová a Metallicának sikerült. Ebből a szempontból a példaképünk a Metallica. Tulajdonképpen ez az, ami hajtja ezt a zenekart. Úgy érzem, hogy sokkal energikusabbak vagyunk. És remélem, hogy átjön az új albumon is. Szerintem érződik rajta. Legalábbis ez volt a célunk.